Nehéz hatékonyan gazdálkodni a szélsőséges időjárási viszonyok között. A precíziós gazdálkodás létjogosultságát éppen ez adja, hiszen a különböző hasznos adatok és módszerek segítenek a hatékony és környezetkímélő talajművelésben, a kórokozók elleni védekezésben és a növény fajtájának kiválasztásában is. Hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete által megrendezett precíziós mini akadémián. De mit is jelent ez a fogalom? Ez egy igen összetett tevékenységet takar, ami során a termelő helyspecifikus információk alapján műveli a földjét. Adatokat gyűjt a talajról, a munkafolyamatokról, valamint a hozamokról, és ezeket hasznosítja is a következő időszakokban. A különböző beavatkozásokat is ezek alapján végzi el. Mindezek megvalósításához pedig fejlett infokommunikációs technológiát alkalmaz, hiszen a precíziós mezőgazdaság műszaki informatikai szempontból alapvetően termőhely specifikus, adott helyre vonatkozó információ gyűjtésére és kezelésére épül. Ahhoz, hogy rentábilis termelést tudjunk folytatni, nagyon fontos nemzetgazdasági vagy világgazdasági érdek is az, hogy kellő mennyiségű és megfelelő minőségű élelmiszer alapanyag állítódjon elő, akár takarmányfronton, akár közvetlen emberi fogyasztásra, és ahhoz, hogy a népesség növekedést valamilyen szinten lehessen, nyomon lehessen követni termékkel, alapanyaggal, élelmiszer kínálattal, ahhoz szükség van ilyen beavatkozásokra. A jövőre nézve azt gondolom, igen, a jelenben nehezebb, mert egy óriási árok tátong a lehetőségek és az ígéretek között. Ez az árok, amiből az az űr, ami keletkezett, ez leginkább az agronómiai kérdéseknek a hiánya, míg a technika az többé-kevésbé teljesen készen áll, sőt azt látszik, hogy maga a technológiai kérdések, az IoT, a szenzorvilág, a robotika, az nagyon el akar érkezni, csak még maga a rendszer nem akar, vagy nem tud feltöltődni adatokkal, illetve hát maga az adatoknak a minősége, amik bekerülhetnek akár még szenzor oldalról is, hogy maga a szenzor adatnak a minősége validált, kalibrált, használható adat lesz-e. Tehát vannak elméletek, amiket le kéne gyártani, és azokat össze kéne hangolni, ez jelenleg nincs meg. A talaj előkészítéséről, a tápanyag gazdálkodásról és a nitrogénről is szó volt a mini akadémián. Ami alapvető a növények számára, hogy a nitrogéntrágyázás, tulajdonképpen a fehérjeszintézisnek az alapvegyülete, az alap molekuláit képezi, ezért gyakorlatilag, hogy megfelelő méretű test föl tudjon épülni, amely képes majd önmagát reprodukálni. Ez ugye egy alapvetés ebben az esetben, és az egyik legnagyobb hatású a termésre és a mennyiségére és a minőségére a legnagyobb hatású tápanyagról beszélünk ebben az esetben. Ráadásul a környezeti megítélése is valamelyest vagy lényegesen rosszabb, mondjuk, mint a foszfor vagy a káliumnak, hiszen sokkal oldékonyabb, illetve a talaj pH és mikrobiológiai élete alapján akár még gáz formájában is távozhat a talajból, ami sokkal súlyosabb üvegházhatású gázként jelentkezik, mondjuk, mint a széndioxid, akár több százszorosan súlyosabb gázként, csak erre nem nagyon tudják. Tehát lényegesen jobban oda kell figyelni szakmai szempontból is, és környezetvédelmi szempontból is, mondjuk a nitrogén kérdésekre. A precíziós gazdálkodás nem a drága technikák megvásárlásával kezdődik, hanem a korszerű agrotechnikai ismeretek megszerzésével. Emelte ki vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. Azért indítottuk el a precíziós mini akadémia rendezvénysorozatunkat, mert meggyőződésem, hogy a precíziós gazdálkodás az nem a drága technikák és drága eszközöknek a használatával, megvásárlásával kezdődik, hanem a korszerű agrotechnikai, agronómiai ismeretekkel. Persze, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a gazdálkodási módot, akkor elkerülhetetlenek az eszközbeszerzések is. Mivel a mezőgazdaságban ugye minden mindennel összefügg, úgy gondolom, hogy az például az időjárási viszonyok, a csapadékviszonyok, a talajunknak a fizikai jellemzői, a területünknek a mozaikossága, ugye ez mind hat a talajművelésre. És ami a lényeg, hogy mindennek tulajdonképpen az alapja az az, hogy a
területeinket nagyon-nagyon jól ismerjük, és sok olyan adatot gyűjtsünk össze, amiből aztán a precíziós gazdálkodást meg tudjuk valósítani. És hát ugye ehhez már kellenek a különböző modern technikák, eszközök, berendezések, amivel ezeket a dolgokat meg tudjuk valósítani. Én úgy látom, hogy a rendezvény látogatottsága példája arra, hogy mennyire nyitottak a gazdálkodók. Biztos vagyok benne, hogy igen. Ugye precíziós technikákkal a klímaváltozás ellen is tudunk ez a szélsőséges éghajlati változásokra is tudunk reagálni, mivel hatékonyabban tudunk termelni precíziós módon. A Mini Akadémián Nagy Attila, az Agrárminisztérium főosztályvezetője arról beszélt, hogy a támogatási formák kidolgozásánál figyelembe fogják venni ezeket a szempontokat, és így a precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök és módszerek jobban elérhetővé válnak majd a gazdák számára. A precíziós gazdálkodást én úgy szoktam fogalmazni, járva az országot, ugye nagyon sok fórumon én magam is előadok és részt veszek, úgy szoktam fogalmazni, hogy eddig sem tiltottuk. Tehát, hogyha valaki ugye figyelemmel kísérte a pályázatainkat, összesen ugye eddig 76 pályázati felhívásunk jelent meg, ebből számos beruházási, összesen 26 beruházási felhívás jelent meg, ahol ugye technológia fejlesztésre, gépbeszerzésre volt lehetőség, ott általában nagyon széles körben támogattuk ezeknek a beszerzését, de ez kétségtelenül nem egy átgondolt, és nem egy precíziós gazdálkodási koncepcióra felépített támogatási rendszer volt, hanem az egyes pályázati felhívásoknak, az egyes ágazatok támogatásánál megengedtük azt, hogy egyébként technológiai fejlesztést is végrehajtsanak. De ezt a szemléletet szeretnénk a következő időszakra egy kicsit úgy orientálni, hogy precíziós gazdálkodás alatt semmiféleképpen sem kizárólag gépbeszerzést szeretnénk érteni, hanem precíziós gazdálkodási módszereket. És ebből minél több inputot kapunk, minél több javaslatot, annál jobban fogunk örülni annak, hogy kidolgozhatjuk azokat a támogatási formákat, amik esetleg célzottan, ténylegesen precíziós gazdálkodás, precíziós gazdálkodási módszerek elterjedését ösztönözhetik. Nagy Attila azzal zárta előadását, hogy az uniós közös agrárpolitika abba az irányba halad, hogy a környezeti szempontokat kell megerősíteni, amikhez hozzá kell rendelni a különböző forrásokat is.